Szeretettel köszöntöm azokat a családokat, diákokat és szülőket, akik a Kölcsey Ferenc gimnázium iránt érdeklődnek. Ez egy iskola bemutató tájékoztató lesz most, amely a következő témákat fogja érinteni. Először beszélek egy kicsit dátumokról, iskolatörténetről, illetve számokról. Aztán beszélek egy picit, bemutatom a helyet, az épületet röviden. Ami igazából még jobban érdekli önöket az előzőeknél, hogy milyen típusú képzéseink vannak. Bemutatom természetesen az osztálytípusúinkat, beszélni fogok a felvételi folyamatáról, és kitérek természetesen arra is, hogy egyébként a tanórákon túl még mi történik itt, milyen programjaink vannak. Befejezésül megpróbálok valamiféle arszpolitikát, hitvallást is megfogalmazni, hogy értsék, hogy hol is járnak, de azért ezt mindjárt az elején is érinteni fogom. Szóval akkor bevezetésül néhány dátum, illetve szám. Hát az a jó hírem van először is, hogy aki felvételt nyer a következőkben, az 2023-ban részese lesz egy ünnepi tanévnek. Ugyanis 2023-ban a Kölcsey Gimnázium 125 éves lesz, és azt gondolom, hogy ez olyan alkalom, amelyet biztosan különféle eseményekkel, rendezvényekkel fogunk megünnepelni. Ennek a résztvevőjévé válni azt gondolom már is egy kiváló lehetőség és hívószó. Az, hogy az iskola ilyen múltra tekint vissza, egyfajta garancia is, szerintem. Ugyanis arról van szó, hogy a képzéseinket nem mostanában vezettük be, nem kísérleti stádiumban vannak. Mindegyik komoly hagyományokra megy vissza. Ha megnézik a dátumokat a kivetített dián, láthatják, hogy egészen komoly évtizedes képzéseket tartunk most is az arculatban. Hogyha nagyon röviden kell megfogalmaznom az iskola profilját, akkor azt mondom, hogy három erőssége van a Kölcseinek, illetve az arculatának, a képzéseinek három nagyon fontos jellemzője. Az egyik a magas színvonalú, emelt szintű idegen nyelvoktatás. A másik az élsportolók mentorálása, a harmadik pedig az ökológiai szemlélet. Az osztálytípusok, amelyekről később szó fog esni, ezekre az erősségekre építkeznek. Igen ám, de az a nagyon jó hírem van, hogyha zavarba jönnének a jelentkezők, hogy akkor melyik legyen az első helyen, vagy egyáltalán melyik osztálytípus iránt érdeklődjenek, az a jó hírem van, hogy az iskola egészét meghatározzák ezek a jellemzők. Vagyis ugyanazok a kiváló nyelvtanárok dolgoznak, nem csak a nyelvi tagozatos osztályokban. Az ökológiai szemlélet nyilvánvalóan nem csak arra az egyetlen egy osztályra érvényes, amelyiknek ez a fő profilja. És sportos az iskola olyan módon, hogy versenyengedéllyel rendelkező élsportolóink száma megközelíti az iskola tanulói létszámának a felét. Magyarán kiváló élsportolók nem csak az úgynevezett köznevelési típusú élsportolói osztályokban vannak. Az egyik aktuális hírességünk, Kapás Boglárka például egy olasz-angol nyelvi előkészítős emelt szintű nyelvoktatói osztályba járt. Az erősségeink mindegyike részesült már valamilyen külső elismerésben, díjban. Ez is azt gondolom, hogy egyfajta garanciát jelent. Nem sorolom ezeket a díjakat, látják mögöttem a dián. Egyet azért elmondok, ez a legutolsó díj, amelyet nemrég, talán egy hete sincs, hogy átvettem. Ez az ötvös emlékérem, ötvös érem, amelyet az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora ad át minden évben. Mi ezt most negyedik alkalommal vehettük át 2021-ben, azért, mert nagyon magas számban kezdték meg
az ELTE karain szakjai tanulmányaikat az ex-kölcsei diákok. Ezt azért hoztam szóba, mert mindig meg szokták kérdezni az ilyen beiskolázási tájékoztatókon, hogy na és mi történik az érettségi után a gyerekekkel, milyen típusú egyetemekre, képzésekre mennek. Erre egyébként az a válasz, hogy nagyon sok felé. A kölcsei a képzési kínálatát tekintve is láthatják, hogy eléggé heterogén iskola, és ez a gyerekek további irányultságára is igaz. Nincs olyan fajta felsőoktatási képzés, amely ne érdekelné a kölcsei diákok valamelyikét. Természetesen a nyelvi tagozatokról sokan mennek, vagy relatíve sokan mennek külföldre is, egy 10-15% a kétanyelvű osztályok esetében igaz a 15%, lehet, hogy külföldön tesz próbát. De ez az elismerés, hogy az ötös során tudományegyetemen, mondom a pontos számot, 2021 őszén 78 ex-kölcse is diák kezdte meg a tanulmányait, ez nem csak az alapszakokra érvényes, hanem a mesterszakokra is, meg nyilván azokra is, akik nem 21-ben érettségiztek, hanem a korábbi években, de valamilyen fordulattal most döntöttek úgy, hogy az ELTE-re mennek, de mindösszesen 78. Ennél nincs jelen pillanatban magasabb szám, tehát amikor átvehettem ezt az ezüstérmet, akkor kiderült, hogy az elsők vagyunk 2021-ben ezt a mutatót tekintve. Hát ennyit röviden a továbbtanulásról, de azért maradjunk még a számoknál. Az, hogy sokfelé mennek és mindenfelé nyitottak a gyerekek, nyilván abból is levezethető, hogy nagy iskola vagyunk. Ez egy kategória, hivatalos megfogalmazásban is használható. E pillanatban 835 diákkal és 80 pedagógussal. Ez jó hír egyébként mindazoknak, akik most kezdenek el ismerkedni a kölcseivel, és azon gondolkodnak, hogy ide jöjjenek, ugyanis 2022. szeptemberében 6 induló osztályunk lesz, 6x32 diáknak hirdettük meg tehát a helyet. Az iskolai átlagok is szokták érdekelni a jelentkezőket, ezek az átlagok folyamatosan emelkednek az elmúlt években. Nyilván apránként egy iskolai átlag egy ilyen 835 diák átlagából összeadódó szám, az nyilván nem ugrásszerűen tud emelkedni, de nagyon szépen megy följebb és följebb. 2021-ben júniusban 4,54, tehát jeles rendű volt a kölcsei tanulóinak a tanulmányi átlaga, és az érettségi még ennél is jobban sikerült, 4,6-os átlaggal fejezték be a diákok. Aki ezek után azt gondolja, hogy akkor a kölcsei biztos benne van a top 10-ben, az nagyot téved. És azért se várják ezt, mert mi magunk sem szeretnénk. Tehát nem az a cél, jó iskolának tartjuk magunkat, de sosem volt cél, és most sem fogalmazódott meg az elmúlt években sem, hogy a különféle szempontú rangsorokban mi bekerüljünk a leg elit iskolák közé. A top 100 az cél. És ott szoktunk mindig lenni, vagy éppen bekerül, vagy majdnem bekerült kategóriába, tehát a 90. és a 100. hely között valahol, és ennek nagyon örülünk, hogy Magyarországon a top 100-ban benne vagyunk. Ez azt jelenti, hogy fölvállaljuk az úgynevezett nem tagozatos képzéseket is, nem tagozatos diákokat. Nyilván a leg erősebb iskolákban nincsen általános tantervű osztály, ahol nincsen egyetlen egy olyan tantár sem, amelyet rögtön kezdetektől magasabb óraszámban oktatnának, és nincsenek nyilván élsportolók sem, akiknél szintén fontos, hogy ne emeljük az óraszámot, ha lehet, akkor a minimumon tartsuk, magyarán a kötelező teljesítményt várjuk csak el tőlük. Tehát felvállaljuk azt, hogy ide jöhetnek olyanok is, akik még ezután fognak tájékozódni, hogy később merre menjenek tovább, és időt
időt igényel még az, hogy megtalálják az erősségeiket. És igen, nagy szeretettel várjuk a sportolókat is, akik olyan szinten leterheltek az edzések által, hogy az is csoda, hogyha egy 4,4-es bizonyítványt kiállítatnak magukról, de a helyzet az, hogy ez sikerül, az élsportolói osztályok átlaga sem marad el az iskolai átlagtól, vagy maximum egyetlen egy tizeddel marad el, tehát nem 4,5-tel kezdődik, hanem 4,4-jel. Hát legyen ennyi elég a statisztikákból, dátumokból és számokból, és akkor hát, ha nem volt idejük körülnézni az épületben, amikor kifele mennek, akkor meg már sötét lesz. Úgyhogy hadd ajánljam röviden a figyelmükbe a Körösi Albert Kálmán tervezte 1909-ben elkészült gyönyörű iskolapalotát, amelyik nem szokott kimaradni az olyan albumokból, amelyek Budapest szecessziós építészetét hivatottak bemutatni. Azért a lépcsőházban majd láthatóak lesznek például azok a díszítő elemek, amelyek például beszoktak kerülni ezekbe a bizonyos képeskönyvekbe. Egy pályázatnak köszönhetően az épület akadálymentes. Ez azt jelenti, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók közül fogadni tudjuk a többi tanulóval együtt nevelhető mozgássérülteket. Régi az épület, ugye, fiatalabb, mint maga az intézmény, 1898-ban alapították az intézményt, és egy ideig, ahogy akkor szokták, bérházakban kezdték az osztályok a tanulást. 1909 sem most volt azért, annak is már több mint 100 éve. Úgyhogy nyilvánvalóan tudjuk, hogy ki kéne cserélni a nyilázárókat, ki kéne cserélni vezetékeket a falakban, bizony jó lenne egy masszív szigetelés az épület aljára, tehát vannak hiányosságai, de azt gondolom, hogy a diákokat egyáltalában nem érdeklik sem a vezetékek, sem a szigetelés nem érdekli, a tetőszerkezet sem, és a gerenda a padláson. Őket jobban érdeklik az olyan helyek, mint a tornaterem, az osztályterem természetesen, vagy a színházterem, vagy maga az udvar. Úgyhogy ezzel kapcsolatban az a jó hírem, hogy noha régi az épület, és vannak hibái és felújítandó részei, de ami a diákoknak igazán fontos, az egészen jó állapotban van, illetve jó állapotba került az elmúlt években, ugyanis a Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány is felvállalja azt, hogy az értékvédelem jegyében pályázik és megfinanszíroz felújításokat az épületben. A tornaterem felújítása, az udvaron lévő kondipark kialakítása például a Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány finanszírozásában valósult meg gyakorlatilag teljes egészében. Harmadik vázlatpont, következő nagy bekezdés a képzésfajták. Ugye említettem, hogy 6 osztály indul jövőre, ezek közül lehet választani. Mindjárt 2 osztályt elvisz a francia-magyar kéttanítási nyelvű képzés, de ez jó hír annak, aki ez iránt érdeklődik, mert ez azt jelenti, hogy 64 helyet meghirdettünk. Ugye? Hát ez csodálatos, hogyha akár 300-an jelentkeznek is, akkor talán minden harmadik még azért bejuthat. Lehet, hogy nem bejutni a nehezebb, hanem elvégezni. Ugye? Tehát a számok, a férőhelyek elég magasak, nagyok, de aztán nyilván franciául tanulni a földrajzot, az egyetemes történelmet, illetve a matematikát, az biztosan nehezebb, mint magyarul végezni el ezeket a stúdiumokat. De megéri. Megéri, mondom én, aki ezt nem csináltam végig, viszont figyelem azokat, akik igen, illetve folyamatosan interjúvolom is őket, és persze, ha visszatér egy öreg diák, akkor kérem szépen az emlékezését. Valóban felsőfokú,
az érettségi bizonyítványban is dokumentált C1-es komplex nyelvtudást ad francia nyelvből ez a képzés, és ami ennél fontosabb, és szoktuk is ezt mint egy számon kérni az iskoláktól, hogy használható nyelvtudást. Tehát olyat, ami nem csak grammatikai ismeretekre épül, vagy pusztán az írásbeliségen alapul. Hogy miért biztos az, hogy használható ez a nyelvtudás? Hát azért, mert az 5 év alatt már eleve használják a nyelvet. Tehát nem lehet más, csak használható, hiszen a matematika órán, a történelem órán, és a földrajz órán, és a célnyelvi civilizáció, nevezzük országismeretnek, órán használják a nyelvet a tanulás eszközéül. De hát itt vannak többen, akik ezt jól ismerik, hiszen angol kéttanítási vagy német kéttanítási nyelvű osztályokban járó gyerekek szülei, vagy maguk a gyerekek, tehát pontosan tudhatják, hogy miről van szó. Aki egy nyelvben kialakította a nyelvtanulási stratégiáit, higgyék el, hogy a második idegen nyelvet is könnyebben fogja megtanulni. Az előkészítő évben csak franciát oktatunk, tehát akkor is, hogyha valaki nagyon jó volt már angolból, németből, akkor azt egy kicsit pihenteti, vagy saját erőforrásból tartja szinten és folytatja. De a 9. évtől, tehát a nyelvi előkészítő év után kezdhetik, illetve folytathatják a második idegen nyelvi tanulmányaikat, és az intenzív francia tanulásnak köszönhetően látványosabban tudnak haladni a második nyelvi tanulmányok. Különösen például olaszból, amelyik nagyon közeli rokon nyelv a franciához, tehát ott azt mondják az olasz tanárok, hogy tártosokkal ülnek, állnak szemben, akik mindig megtippelik, hogy lehet egy szó olaszul, hiszen a franciából indulnak ki, és valóban villámgyorsan haladnak előre a tanulmányaikban. Cél lehet az is, hogy valaki a felsőoktatásban fog idegen nyelven tanulni, akár idehaza, hiszen vannak az egyetemeken is idegen nyelvű képzések, illetve akár az is cél lehet, hogy külföldre megy egyetemi tanulmányokat folytatni. Hát őnekik is, akik ilyesmivel kacérkodnak gondolatban, szeretettel ajánlom a kéttanítási nyelvű képzést, hogy szocializálódjanak, szokjanak hozzá ehhez a fajta képzéshez, hogy tűnik a nyelvet eszközként használjuk, és a tudományokat egy idegen nyelven keresztül sajátítjuk el. Meg szokták kérdezni többen, hogy vajon nem nehezebb-e érettségi vizsgát tenni idegen nyelven, mint magyarul, nem rosszabbak-e az eredményeik a kétanyelvűeknek, akiknek kötelező az úgynevezett célnyelvből emelt szintű vizsgát tenni, és mellette 2 tantárgyból kötelező idegen nyelven, a célnyelven vizsgázni. Ez a 2 tantárgy a matematika történelemmel, a matematika civilizációval, vagy éppen a földrajzzal párosítva szokott legjellemzőbben lenni. A statisztikák, tehát a számok azt mutatják, hogy egyáltalában nem jelent nagyobb erőpróbát ezeknek a diákoknak az idegen nyelven való vizsgázás. Ez nem azt jelenti, hogy könnyebbek ezek a feladatlapok, vagy mi eredményesebben készítenénk föl az idegen nyelvű, a francia nyelvű vizsgára a gyerekeket, mint a magyar nyelvűre, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy értik a dolgukat, motiváltak, és szépen felkészülnek. Országos szinten, egyébként itt az iskolai statisztikákat nézve helyi szinten is, jobbak az idegen nyelven tett vizsgaátlagok, mint a magyar nyelven tettek, de mondom, ez a gyerekeket dicséri, illetve akkor már nem is gyerekek, hanem felnőttek, szóval a vizsgázókat. Ami a két tannyelvűt illeti, ugye franciául abszolút kezdőről indul, tehát nem kell előre semmit sem megtanulni, ezért aztán a felvételi szóbelin sem kívánatos és elvárta a francia nyelv ismerete, ahogy sokszor lenni szokott, az anyanyelvi kompetenciákat mérjük ezen a felvételén, egyáltalán a kommunikatív képességet, hiszen a nyelvoktatás egyik feltétele az, hogy a tanuló
az legyen kész, és még szíves is kommunikálni, nyelvhelyességi feladatokat oldunk meg, nem nyelvtant, nem a grammatikát, nem a szófajokat, hanem tehát egyfajta nyelvhasználatot tesztelünk. Röviden ennyit a francia kéttannyelvű képzésről, ha van kérdésük, ne felejtsék el, és a végén majd tegyék föl. Haladjunk tovább, és nézzük meg a nyelvi előkészítős osztályokat. Ebből is kettő van. A nyelvi előkészítős ugyancsak 5 évig képzést folytató osztályokból, de jobb nem is a két osztályról külön beszélni, hanem 4 csoportról. 4 csoportról, 4x16 tanulóról, illetve felvételén férőhelyekről beszélünk egyelőre, 4x16 férőhelyről. Mondom ezt a 4 csoportot. 3-ban az angol haladó szintről indul. Az első a 04-es kódszámú tagozat lesz, főnyelv a haladó angol, ez azt jelenti, hogy abból van a magasabb óraszám, és mellette a második idegen nyelv egy kezdő francia. Egy másik csoportban ugyancsak főnyelv az angol, és haladó szintről indul, de mellette a második nyelv egy kezdő olasz, tehát az az alacsonyabb óraszámú, de ott is haladunk szépen. A harmadik csoportban ugyancsak haladó az angol, de nem az a főnyelv, tehát nem azt kapják magasabb óraszámban, hanem az olasz, ami persze kezdőszintről indul, de az válik főnyelvé, ezt lehetne olasz tagozatnak is hívni. A negyedikben pedig végre kezdő az angol, azoknak, akik nem angolosak voltak általános iskolájukban, ez a remek hírem van, hogy ilyen is van. Tehát bár főnyelv az angol, tehát akkor elindulunk nagy sebességgel, ha még eddig csak a filmeket nézve, vagy önszorgalomból ismerkedett valaki az angol nyelvvel, és mellette a kevesebb óraszámú nyelv a német, de az viszont haladó. Tehát kezdő angol, haladó német. Kiknek ajánljuk ezeket a nyelvi csoportokat, ezeket a nyelvi előkészítős osztályokat? Hát egyértelműen a 02-es tagozatkódot, a kezdő angol, haladó németes osztályt azoknak, akik általános iskolában a németet nagy szeretettel és olyan eredményességgel tanulták, hogy talán már a B1 szinten is túl vannak, vagy ottan járnak a B1 körül. Ugyanis az a tapasztalatunk, hogy felfedezték ezt a képzést a német kéttanítási nyelvű általános iskolába járók, és felfedezték a német nemzetiségi általános iskolába járók, tehát ők szokták, nyilván bekerülnek még további nagyon remek diákok is, de nagy hányadban ők szokták feltölteni ezt a 16 fős csoportot. Tehát erős németesek, hajrá folytatni a németet, eljutni a felsőfokú nyelvtudásig, és mellette az angolt, amely ott főnyelv, magas óraszámban, szintén kifuttatni akár a felsőfokig. A másik 3 csoportot, ahol tehát az angol haladó szintről indul, tulajdonképpen azt mondom, hogy azoknak ajánlanám, akik még a B2 alatt vannak. Ugyanis az a tapasztalatunk, hogy aki már mondjuk egy angol kéttanítási nyelvű általános iskolából idejön, még nyelvvizsgája is van, vagy éppen még nincs, de már kész van rá, hogy B2-t felmutasson, őszintén szólva nem gondolom jó stratégiának, hogy még 5 évig, vagy erre jelentkezzen, nem fogja 5 évig csinálni, előrehozott érettségit fog tenni, amilyen gyorsan csak lehet, de hát ez a cél. Tehát én ezt inkább azoknak ajánlanám, akik még B2 alatt vannak angolból, és most akarnak felgyorsítani, és eljutni a C1, a felsőfokú szintig természetesen. Az én koncepcióm szerint az, aki angolos kéttanítási nyelvű osztályba járt, az válassza a francia kéttanítási nyelvű képzést, és aztán az előkészítő év után eldöntheti, hogy második nyelvnek folytatja-e az angolt, azzal a céllal, hogy abból is C1-es tudás legyen, vagy elkezdi az olaszt, vagy a németet, vagy az oroszt.
Hát ez az én magánvéleményem. Természetesen ki saját maga dönt a sorsáról, vagy a gyermekei sorsát próbálja helyesen egyengetni, de nekem ez a tapasztalatom. Ami itt a szóbeli vizsgákat illeti, természetesen a haladó angolosoknak angolból kell szóbelizniük, a németeseknek pedig németből kell szóbelizniük. A honlapunkon találnak minta feladatokat, illetve pontos útmutatást, hogy hogyan néz ki egy ilyen szóbeli vizsga. Külön szeretnék szólni a olasz tagozatról, tehát arról a csoportról, amelyik ugyancsak haladó angolos, kezdő olaszos, de az olasz a fő nyelv, tehát ezt kapják az nyelvi előkészítőiben 12 órában, a másik nyelvet pedig 6-ban, és a további 4 évben is ez a magasabb óraszámú képzés. Hát nekik is angolból kell szóbelizni, ez olaszul nem tudnak, olaszból kezdő szintről indulunk, és azért javaslom erre külön odafigyelni, erre a képzésre, mert a nagyon elkötelezett olasz nyelvtanáraink igyekeznek mindenütt ott lenni, ahol olaszos rendezvény van, indítják a gyerekeket az olaszos versenyeken, partneriskorákat fedeznek fel, találnak Olaszországban, ha éppen lehet utazni, akkor részben turisztikai céllal meglátogatják mondjuk Észak-Olaszország nevezetes városait, vagy diákcsere projektet szerveznek az említett partneriskolákkal. Tehát az olaszos programok azok egészen különleges profilt tudnak adni ezeknek az osztályoknak. Nyilvánvalóan nem szeretném külön reklámozni ezt, a francia két anyanyelvben rengeteg franciás program van, a diákcsere, mint olvashatták, kötelező eleme, ha lehet utazni a programnak, és az angolos képzéseknek is megvannak a jól bevált hagyományaik, illetve a megújuló programjaik is. Mindegyiknél a kritérium a kimenetnél a nyelvvizsga, a nyelvtudás, hogyha az iskola nem tud felmutatni bizonyos százalékban, elég magas százalékban egyébként nyelvvizsgával rendelkező tanulókat, akkor a képzéseket nem is folytathatja, de mint látják, ilyen veszély nálunk nem fordult elő eddig. 4 osztályról volt eddig szó, az induló 6-ból, ugye 2 francia két tannyelvű, 5 éves idejű, 2 nyelvi előkészítő idejű, de nem éves, de nem két tanítási nyelvű. Következik az 5. és a 6. pusztán azért ebben a sorrendben, mert ők 4 éves képzési idejűek. Először is nézzük ezt a bizonyos ökológiai szemléletű osztályt. Mit tud ez, hogyha nem biológia vagy kémia tagozat? Mit tud ez, hogyha nem készíti fel teljes biztonsággal a gyerekeket ahhoz arra, hogy orvosoknak jelentkezzenek és bejussanak egyből első körben mondjuk valamelyik orvoskarra? Hát ahogy az elnevezésben meghatároztuk, ez egyfajta orientációt, szemléletet ad, nevel. Ennek elsődleges biztosítéka egy elkötelezett osztályfőnök, aki valamely természettudományos tantárgyat tanít, és ennek az osztályfőnöknek, illetve a csapatának köszönhetően szerveződik számos olyan program, amelyek mindegyike a környezettudatosságra nevel. Itt egészen gyakorlati tevékenységekre, programokra lehet gondolni, például az iskola hátsó udvarában kialakított tanösvényen a barkácsolást, illetve a kertészkedést is. Kiknek ajánlom ezt a képzéstípust? Ahogy a bevezetőben is már emlegettem az átlagos osztályt, vagy az átlagos képességű diákot, hát például azoknak, akik még nem tudják biztosan, hogy mi lesz az a tantárgy, amit nagyon kedvencként, magasabb óraszámban
szeretnének tanulni, tehát tagozat mellett még nem köteleződnének el, de majd az utolsó két évben igen, hiszen akkor plusz órákat lehet és kell majd fölvenni a fakultációs rendszerben az emelt szintű érettségire készülvén. Tehát itt van egy kis késleltetési lehetőség a döntésben. Azoknak is ajánlom, akik hallani sem akarnak róla, hogy szóbeliből vagy szóbeli vizsgát tegyenek a felvételén, mert mindent el szoktak rontani idegességükben, hát rettenetesen stresszesek. Az a nagyon jó hírem van, hogy ennél a képzésnél nincs szóbeli vizsga. Beadják a jelentkezési lapot, kiszámoljuk a pontszámot, majd mindjárt kiderül, hogy hogyan, a bizonyítvány és a felvételi írásbeli alapján, és lehet várni, hogy ez a pontszám mire lesz majd elég. Miért nincsen? Hát azért nincs, mert nem tagozat, tehát nem vagyunk kíváncsiak, hogy biológiából mindent megtanultak-e, majd itt sorra veszünk mindent, tehát nem kell felmutatni semmi extra dolgot. Nem így a sportolók esetében, nekik bizony fel kell mutatni valamit, és nem mást, mint a sporteredményeket. A sportolók képzése kapcsán a divatos, vagy nem divatos, hagyjuk, nagyon fontos kulcs szókapcsolat a kettős karrier. Az a cél, hogy erre neveljük a gyerekeket, az a cél, hogy ezt a szemléletet adjuk át nekik. Hogy tudnilik, nem elég csak a sportban jónak lenni, mert bármi történhet a sportkarrier során, illetve nem biztos, hogy kitart a nyugdíjas éveinkig, hanem bizony-bizony olyan tanulmányi eredményeket kell felmutatni, nyelvvizsgát kell tudni felmutatni, amelyekkel a nem sportolói úton is majd szép eredményeket tudnak elérni. Ennek a kettős karriernek a szellemében szerveződik már a felvételi folyamata is itt a gimnáziumban. A belépő ugyanis a bizonyítvány és a központi írásbeli. Tehát először még nem nézegetjük a sporteledményeket. Magyarán hiába Heraklész tag, korosztályos válogatott, nem tudom, junior, világbajnok valaki, hogyha kettesei vannak a bizonyítványban, és nem tudta csak 32 pontra megírni a központi írásbelit, sajnáljuk, nem fog bejutni. Nem fog bejutni, még akkor is, ha nagyon szeretjük az élsportolókat, mert az első akadály, szint, belépő tehát az az, hogy legyen egy versenyeztethető, elfogadható eredmény, legyen egy alap, lássuk, hogy kikkel dolgozunk a közös munkára, a tanulmányi vonalon. Utána azonban, aki elérte a szóbelire hívás határát, következnek a sporteredmények, és a szóbelin már szinte csak az számít. Végre egy szóbeli vizsga, gondolhatják a sportolók, ahol nem magyar tanár ül ott árgus fülekkel, szemekkel figyelve, hogy helyesen egyezteti-e az igét, a vonzatokat jól használ. Nem. Testnevelők ülnek ott a bizottságban, és a sportlap alapján, amelyet már január 15-ig beküldtek a jelentkezők, végigveszik a sportolói karriert, mögéje néznek az eredményeknek, egy csapat sportágban, egy csapatban nem mindegy, hogy a győztes csapatban az a játékos az milyen szerepet vitt. A kispadon ült-e, csak cserejátékos volt-e, vagy pedig ő volt a csapatkapitány, illetve mondjuk a gólkirály. Tehát ezeket mindet végignézzük. Így aztán tehát a szóbelin a sporté a főszerep, és ez a bizonyos kettős irányultság így elnyeri az igazi értelmét. Végére értem a 6 induló osztály bemutatásának. Ismét egy új bekezdést nyitunk. Ahogy megígértem, beszélek egy kicsit a felvételi folyamatáról, bár biztosan vannak már ehhez kapcsolódó ismereteik. Most pár gondolatot az írásbeliről szeretnék mondani. Ugye ennek nagyon nagy a súlya, kötelezően legalább 50%-ban kell beszámítani a központi írásbeli eredményét. A mi 200 pontos rendszerünkben tehát
az írásbeli ott van a maga 100 pontjával. Nagyon sok iskolában ugyanezzel fognak találkozni. Ez azt jelenti, hogy erre tudatosan kell készülni. Nyilván a gyerekek is tudják ezt, megkeresik a megfelelő felületeken, az oktatási hivatal oldalán, leginkább az előző évek feladatsorait, rengeteg található, és azokat sorban megnézegetik, megcsinálják. Javaslom, hogy időre is próbálgassák, magyarán ne csak nézegessék, vagy több ülésben oldják meg a matematika vagy a magyar nyelvi feladatot, hanem legyen olyan is, amikor 45 perc alatt próbálja a 10 matematika feladatot és a teljes magyar nyelvi feladatsort kitölteni, és ne csak egyszer legyen ilyen, hanem többször is, ugyanis az a tapasztalat, hogy legnagyobb ellenség nem a példa miensége szokott lenni, hanem az idő, 45 perc alatt 10 matematikai feladat, na ehhez nincsenek igazán hozzászokva. A gyerekek, ezért javaslom, hogy erre mindenképpen készüljenek. További jó tanács az előző évek tapasztalata alapján. Ha valaki ezen a napon, azt hiszem 22-ben, ez január 22-re fog esni, 22-22, tehát ha ezen a reggelen valaki szédülésre, lázra, nem folytatom milyen testi tünetekkel ébred, akkor ne jöjjön. Tehát utólag sajnos nem lehet azt figyelembe venni, hogy a gyereknek hőemelkedése volt, vagy csikorgott a hasa. Tehát akkor nem kell jönni, van pótnap, egy orvosi igazolás felmutatásával jogosult a szombati vizsganapon beteg gyerek megírni a pót dolgozatot, a másik változatot. Tehát ezzel élni kell, és nem menni bele egy olyan történetbe, amelyből utána nem lehet tovább lépni, nem lehet figyelembe venni utólag ilyen szempontokat, hogy ő tulajdonképpen nem érezte jól magát. A szülőknek egy jó tanács, a gyerekek nagyon fognak izgulni, önök is fognak izgulni. Azt javaslom, hogy önök mutassanak teljes nyugalmat. Már-már közönyt, ugyanis a szülő a nyugalmával tudja legjobban támogatni a gyereket. Ez a véleményem, ez a tapasztalatom, hogyha maga a szülő is ideges, és ő maga is szeretne matematikai példákat megoldani, na hát ez biztos, hogy nem használ a gyereknek, és a produkció nem jobb lesz majd tőle. Röviden ennyit az írásbeliről. Most akkor egy kicsit a szóbeliről. Túl azon, amit már elmondtam, hogy melyik osztálytípusban van, melyik az egyetlen, amelyikben nincs, és melyik osztálytípusban milyen jellegű. Most azt szeretném elmondani, hogy nagyon sok diákot behívunk szóbelizni, de nem tudunk mindenkit. Tavaly 1598 jelentkezési lap érkezett. 1598, 5 osztály indult, 5x 32, 160 helyre. Erre mondják, hogy 10-szeres túljelentkezés körülbelül. Nagyon sok diákot behívunk, de mindenkit nem tudunk. Akiket nem tudunk behívni, azok kérem előre, hogy fogadják ezt el, és ne kérjenek méltányosságból esélyt, mert a mi tapasztalataink alapján ekkor már nincsen esély. Tehát ott húzzuk meg a szóbelire hívás ponthatárát, ahol alatta már matematikai esély sincs, magyarán 100%-os szóbelivel, ami elég ritka azért, szóval 100%-os szóbelivel sem tudja elérni a majdan kialakuló végső ponthatárt. Minden évben elkészítjük ezeket a statisztikákat, elemzéseket, úgyhogy ezért van az, hogy húznunk kell, nem csak a magas jelentkezői szám miatt, hanem azért is, mert annak nincs értelme, hogy valakit hitegessünk, hogy még van esélye, és behívjuk, noha már pontosan tudjuk, hogy nincsen. Ezt a hitegetést, ezt az álságos komédiát mi nem szeretnénk eljátszani. Kérdésként szokott felvetődni, hogy ha valaki tényleg beleszeret ebbe az iskolába, és mindenképp ide akar járni, és beír 4-5 képzés típust is,
és akkor ezek szerint kellene magyarból is szóbeleznie, meg angolból is, meg még a testnevelőknél a sport. Igen. Annyit segítünk, hogy egy napra osszuk be ezeket a vizsgálatokat, nem kell többször idejönni, de valóban, ha valaki több szóbeli köteles tagozatot is beír, akkor több bizottsághoz is lesz időpontja. Azok a bizonyos esélyek, a pontszámítás és a pontok. Először is minden iskola, ugye az általános iskolai bizonyítványból számít úgynevezett tanulmányi pontokat, velünk is így van ez, 5 tantárgyat nézzünk meg, és ennek az 5 tantárgynak a 7. évvégi és 8. félévi eredményét, így lehet a tanulmányi pontszám maximum 50. Azt mondtam, hogy az esélyekről fog beszélni. Az elmúlt években az a tapasztalat alakult ki, hogy a nyelvi tagozatos osztályokban a szóbelire hívás határa a 110 körül volt. Inkább egy picit fölötte, de legyünk optimisták, hát most lejjebb lesz, tehát 110 körül volt a szóbelire hívás ponthatára, a sportosztályban 100 pont körül, ott egy picit lejjebb, egy 10 ponttal lejjebb szokott lenni a szóbelire hívás ponthatára. Ez azt jelenti, hogyha esélyeket latolgatunk, hogy igazán komoly esélye mondjuk egy színkitűnő tanulónak, csak 5-öse van, nem színkitűnő, ebből az 5 tantárgyból kitűnő, ugye csak ez érdekes, az 5 tantárgy, amit figyelünk. Egy olyan tanulónak is, akinek megvan az 50 tanulmányi pontja, jó lesz egy 70 pontot legalább összegyűjteni a központi írásbelin, abból a 100-ból, ugye a matematika, magyar nyelvtan. Tehát, hogy körülbelül hogy kéne belőni ezeket a pontgyűjtő célokat, erre mondtam ezt, hogy az előző évben körülbelül ilyen pontokat lehetett megállapítani. És akkor a végső ponthatárokról, nyilván ez ugyancsak nagyon izgalmas, hogy na is akkor hol szokott lenni a vége. Ugye a szóbelin is 50 pont szerezhető, ugye 50 a tanulmányi, 100 az írásbeli, ugyancsak 50 a szóbeli, kivéve az ökó osztályt, ahol nincs szóbeli, ott 100-100 a rendszer, ugye 100 a bizonyítvány, megduplázzuk egész egyszerűen, ugyanazt az 5 tantárgyat nézzük, ugyanúgy 7. év végén, 8. fél éven, de megduplázzuk, és akkor így a tanulmányi pontok száma 100, és az írásbeli szintén 100. Szóval a végső ponthatár a nyelvi osztályokban 160 körül szokott lenni, inkább egy picit fölötte, a francia két tannyelvűnél elképzelhető, hogy 158-159-es is, tehát nyilván mozog, azért nem pont ugyanannyi minden években, de a 200-ból 160 körül szokott lenni az utolsó befutó pontszáma, tehát azt lehet mondani, hogy 80% fölötti összprodukció az esélyt ad. Az ökológiai osztályban is 160 körül szokott lenni, de ugye az egy másfajta számítással jön ki, ott ugye nincsen szóbeli, tehát ez a 160 pont nem ugyanaz a 160 pont, talán ez érthető. A sportban 140 körül szokott lenni, tehát ott egy picit, ahogy a szóbelire hívás ponthatára is lentebb van, a végső ponthatár is lentebb van, ennek egész egyszerűen az oka, hogy a sportpontokat összekaparni azért az nem egyszerű dolog, és ahogy a beiskolázási tájékoztatóban olvashatják, valóban akkor gyűlnek össze a szóbeli sportpontok, hogyha valaki a korosztályában kiemelkedő eredményeket ér el, netán korosztályos válogatott kerettag, netán Heraklész tag, netán még országon túli eredmény, ezek. És nyilván akkor, hogyha ilyenek nincsenek, akkor a maximális sportpontszámtól azért messze marad, és így az összpontszám is lentebb van, mint egy nyelvi tagozatos osztályban, ahol egy 90%-os szóbeli minden további nélkül elérhető. A pontszám az irányadó. Ezt nagyon szeretném, hogyha elfogadnák, és nem az a helyezés,
ami a rangsorban majd kialakul. Hiszen, ahogy mondtam, nálunk, csak nálunk tavaly 1598 jelentkező tagozatonként is nagyon magas. Ez azt jelenti, hogy látni fogják, hogy mondjuk van a gyereknek 165 pontja, ami nagyon jó pontszám a végelszámolásban, de a 99. vagy nehogy Isten a 170. A kéttanyelvűben mondjuk 200. Jaj, mi lesz? Semmi baj. Ilyen magas pontszáma van? Valószínűleg be fog jutni. Teljesen mindegy, hogy hanyadik a rangsorban, ugyanis mivel mindenki több iskolába és az adott iskolán belül is több tagozatra jelentkezik, minden rangsorban ott van, mint egy foglalja a helyet, de hát egy helyre fog bejutni, egyetlen egy helyre, és a többi helyről majd a szoftver szépen kiveszi az ő nevét, és előre sorolódnak szépen mindazok, akik a rangsorban hátrébb voltak, de nagyon jó pontszámuk van nekik is. Tehát a 200. hely körül is jutott már be francia két tanítási nyelvű osztályba tanuló, jó pontszámmal, csak ilyen ijesztő rangsorása. Úgyhogy azt javaslom, hogy amikor márciusban majd szólnak az általános iskolai osztályfőnökök, hogy itt a lehetőség, hogy megváltoztassák a sorrendet, a preferenciát, hiszen már látják, hogy melyik iskolában, melyik tagozatokon hanyadik a gyerek, akkor továbbra is a szívükre hallgassanak, a fő terv lebegjen a szemük előtt, és ne próbálják kitalálni, hogy akkor az mire elég, és ne rangsorolják előre azt a jelentkezést, ahol előkelőbb helyen van. Mert a nem előkelő helyről is kiválóan be lehet jutni, hogyha az előző évek tapasztalata alapján elért egy jó pontszámot a felvételiző. Na hát akkor a felvételi, izgalmas, már-már stresszes számításai számháborúja után nézzünk egy kicsit kellemesebb témát. Mi történik még azon túl, hogy tanulunk? Örvendetes módon rengeteg minden, és annak pedig különösen örül a lelkem, hogy sok esetben nem mi tanárok gondoskodunk a vidámságról és a tanórán kívüli programokról, hanem maguk a diákok. Kiválóan működő diákönkormányzatunk van. A gólyatábort nyilván egy támogató tanárral a háttérben, de lényegében ők találják ki, ők szervezik meg, és nagyon színvonalasan valósítják meg, és a gólyatáboron kívül is vannak további programjaik, részint a gólyáknak, nyilván lesz még gólyanap, gólyabál is, majd a tanévkezdést követően, illetve az egész iskolát megmozgató módon, Mikuláskor, Valentin napkor biztosan gondoskodik a diákönkormányzat olyan rendezvényekről, amelyek nekünk nem jutnának esetleg az eszünkbe. Még egy osztálymentori rendszert is működtet a kezdetben a diákönkormányzat, tehát minden gólya osztálynak van felső éves diákmentora, aki segít itt eligazodni a Kölcsei gimnázium világában. Noha a gyerekek egyébként nagyon ügyesek és maguktól is eligazodnának, de jó az, amikor egy felsőbb éves mégiscsak elmond néhány műhelytitkot. Hát az utazásoknak fantasztikus hagyományai voltak, lennének, és reméljük lesznek a Kölcsei gimnáziumban, és nagyon várjuk, hogy újra lehessen utakat szervezni, ahogy mondtam, vannak francia partneriskoláink és olasz partneriskoláink is, de vannak további partneriskolák is, akár a régióban, Lengyelországban vagy Szlovákiában, ahol egy projektnek a közös nyelve nyilván nem a szlovák vagy a magyar vagy a lengyel lesz, hanem a francia vagy az angol. Például a németesek is imádnak utazást szervezni legalább Bécsbe vagy a környékére. Nagyon szeretnénk, hogyha ez újra lehetséges válna. A tanórán kívüli programok között muszáj megemlíteni a tematikus napokat, a tematikus programokat. Hát mikor van erre
idő mikor szerveződnek, ezek a tanórán kívül ugye, esetleg az óraközi szünetek is alkalmasak arra, hogy a vízvilág napját, vagy a madarak és fák napját megünnepeljük, vagy valamit tegyünk akkor a környezetünkért, de furcsa módon még tanórákat is érinthetnek ezek a tematikus programok, akkor is, hogyha az elnevezésük mást sugal. És hogy milyenek? Hát ahányféle tantárgy van, gyakorlatilag annyiféle tematikus programról tudnék önöknek beszámolni, nyelvi napokról, minden egyes idegen nyelvhez kapcsolódóan, természettudományos napokról, sportnapról, történelmi, magyar irodalmi, nyelvi megemlékezésekről, projektbemutatókról. Néha úgy érezzük, hogy még sok is a kínálat, és már fárasztó, hogy ennyi lehetőség van. És hogy kikkel csináljuk? Hát az evidens, hogy a gyerekekkel, de nem csak a gyerekekkel. Egyes programok a szülők nélkül nem is jöhetnének létre. Ilyen a nevezetes szeptember második péntekére szervezett szülő-tanár találkozó, amikor az udvaron egy kerti partit csinálunk, és egy vacsora mellett ismerkedünk egymással, illetve ismerkednek a szülők egymással. Ez például olyan program, amelyik tehát nem is a diákoknak szól, és a diákok nélkül valósul meg felnőtt társaságban. De nagyon fontos a szakmák napja is, a pályaorientációs rendezvényünk. Ez sem valósulna meg szülők nélkül, szülői segítség nélkül, vagy a Kölcsei öreg diákjai nélkül, hiszen jellemzően ebből a körből szoktunk előadókat hívni, akik bemutatják karrierjük történetét, és bizonyos hivatásokat a gyerekek figyelmébe ajánlanak. Tipikus kérdés szokott lenni, hogy vannak-e szakkörök az iskolában, magyarán heti rendszerességű tanórán kívüli, vagy külön sajátos arculatú tanóra jellegű programok. Igen, vannak. Mondom, hogy idén milyenek vannak, egész konkrétan ebben a tanévben. 2 magyar nyelvű színjátszókör van, ez nem valamiféle rivalizálást jelent. Az egyik egy klasszikus, ahol egy előadásra készülnek, akár egy jól ismert művet látunk majd a színpadon. A másik pedig egy improvizációs technikára alapuló úgynevezett playback színházi szakkör. De van még egy francia nyelvű színházi színjátszó szakkörünk is, furcsán fog hangzani, amit mondok, a nyelvi előkészítő éveseknek. De éppen, hogy elkezdtek franciául tanulni, és már egy színjátszó szakkör tagjai, tehát ezzel is, a dramatikus játékokkal is a nyelvtanulásukat segítjük ebben a bizonyos első nyelvi előkészítő évükben. Színjátszáson kívül van énekkarunk. Ez manapság már nem teljesen evidens. Én úgy tudom, hogy sok középiskolában már nem sikerül az énektanárnak olyan erőt és minőséget képviselni, hogy a kórus az megmerjen szólalni. Na hát itt nálunk gyönyörűen énekelnek a gyerekek. Zenekar is van, tehát van, amikor zenei kísérettel szól az ének. Van idén egy jazz zenekarunk is, tehát egy egészen másfajta zenét gyakorló szakkör, nagy klasszikus a rajz szakkör, szokott lenni, idén is van, olvasókör, nem önképzőkör, hanem olyan, ahol a gyerekek maguk javasolnak könyveket elolvasásra a tanár úrnak, és aztán ezekről az élményeiket megosztják egymással. Versenyfelkészítő körök azokból a tárgyakból, ahol nagyon eredményesek szoktunk lenni, idegen nyelvekből, angolból, franciából, olaszból az országos középiskolai tanulmányi versenyen. Idén, kuriózum, újra van sakk szakkörünk, tehát erre is lehetett jelentkezni, és én a sportköröket is ide sorolom, tulajdonképpen a mindennapos testnevelés keretében. Az egyik délután, akinek nincs ugye egyesületi élete, és nem tud igazolást hozni erről, akkor
kiválaszt egy sportágat és egy délutánt, és akkor a három délelőtti testnevelés órát kiegészíti ezzel a plusz kettővel. Tehát akkor nem osztálykeretben sportolnak a gyerekek, hanem az időpont, illetve a sportág preferenciája alapján. Én ezt is egyfajta szakkörnek tekintem, hiszen nem véletlen, hogy ki az, aki az asztali teniszt választja, vagy az atlétikát, vagy éppen egy tartáskorrekció, jógaszerű gerinctorna gyakorlatsort. Tehát szakkörök szép számmal vannak, és választhatók lesznek, azt gondolom, a jövő tanévben is. Nagyon sok számszerűsíthető eredményünk van, mint egyébként minden iskolának, de és a előadás végéhez érve azért szeretném azt nyomatékosan aláhúzni, hogy nem ez a legfontosabb. Nem ez a legfontosabb, mert a nem kitűnő tanulókból, vagy akik nem tudnak még három vagy két és fél nyelvvizsgát felmutatni 18 évesen, ő belülük is kiváló emberek lesznek majd, egyébként nem csak a kölcseisekből, de a kölcseisekből úgy tapasztalom, hogy egészen biztosan. Szóval a legfontosabbak nem ezek az eredmények, hanem az, hogy olyan harmonikus, lelkivilágú fiatalokat szeretnénk nevelni, és elengedni majd itt az érettségit követően, akik legelőször is gondolkodni tanultak meg itt, a 4 illetve 5 év során, és elindultak egy olyan úton, amelynek a vége, hát nagyon messze van, mi felnőttek már érezzük, hogy valahol tartunk. Ez az út az önismeretről és a világismeretéről szól. Ezen elindulnak. Ennél többet nem tudunk tenni, de valamiféle kezdő irányt és mozdulatsort ajánlunk nekik. És ezt leginkább nem azzal segítjük elő, hogy felkészülünk az órára, és mondjuk a képleteket, és elemezzük a verseket. Ezt is megcsináljuk természetesen, de a legfontosabb, hogy azzal, hogy mi magunk is ilyenek próbálunk lenni, magyarán harmóniában élni, gondolkodni, elmélkedni folyamatosan, nyitottnak lenni a világ és saját dolgaim iránt, és persze jó légkörben élni, létezni, anélkül semmi nem megy, hogy ne érezzem magam jól a bőrömben. Hát ez nagyon fontos arszpoetikája a Kölcsey Gimnáziumnak, hogy anélkül nem megy a közös munka, és nem lesz eredmény, hogy ne érezném jól magam. És ez nyilván nem azt jelenti, hogy viháncolok, meg bohóckodom, tehát félre ne értsenek, hanem egy egészen másfajta jólétről. Nos, hát befejezésül a mondókám végén sok sikert kívánok mindenkinek, és azt a nagyon reményteli statisztikai adatot szeretném a figyelmükbe ajánlani, az Oktatási Hivatal honlapján szoktam én is megnézni, hogy az OH szerint a diákok nagy-nagy többsége, ilyen 70-80% közötti mutatóról van szó, végül is az első helyen megjelölt iskolába jut be. Ez nem az iskolákat dicséri, nem az Oktatási Hivatalt dicséri, hanem önöket, szülők és gyerekek, akik ezek szerint jól lőtték be azt, hogy hova lenne érdemes, és hol van, lesz helye a gyereknek. Úgyhogy ebben a tudatban, hogy ezek a statisztikák ilyen jók voltak, folyamatosan az elmúlt években, mondom, utána nézhetnek, ebben a tudatban készüljenek tehát nagy-nagy nyugalommal, és persze belső biztonsággal a vizsgára. Elnézést, egy picit fárasztó és hosszú voltam. Én igyekeztem előre megválaszolni olyan kérdéseket, amelyeket az előző években meghallottam, hogy feltesznek, de ettől függetlenül biztosan vannak olyan dolgok, amelyekre nem tértem ki kellő részletességgel, úgyhogy nyilván nem a legaprólékosabb egyéni esetekre, hanem a többeket érintő témákra, kérdések révén még visszatérhetünk, vagy kitérhetünk, jelentkezzen, aki szeretne kérdezni. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Azt szeretném megkérdezni, hogy az angol haladó
osztályokban, ahol nem azon az tagozat van, ott is a 12, ha igen. Az óraszámok ugyanezek, a nyelvi előkészítő évben 12 az úgynevezett fő nyelv, 6 a másik nyelv. Ez a francia két tannyelvűre ugye nem igaz, mert ott csak a francia adott az előkészítő évben. Ott azt szoktuk mondani, hogy 20 nyelvóra van, de azért ez igazándiból 15 plusz 5. A plusz 5 a szaknyelvi órákat jelent, felkészítés arra, hogy a matematikát, a történelmet és a földrajzot valóban el tudják kezdeni franciául tanulni, tehát igazán 15 a nyelvóra franciából nulladikban, és a többiben pedig ez a bizonyos 12-6-os. Ez fontos, hogy itt két nyelvet kezdünk el rögtön, találkozni fognak olyan iskolai programokkal, olyan kínálattal is, ahol az csak az egyik nyelvet, vagy egy nyelvet tanítanak a nyelvi előkészítőiben, de az 18 órában. Ilyen is van. Csak nem nálunk. Ezek az óraszámok, hogy alakulnak a 9. évtől? Utána aztán 6-4. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a francia tagozaton, illetve a mondjuk úgy olasz tagozaton, aki második nyelvnek az angolt választja, de mondjuk két tannyelvűből jött, hogy ott több szinten is tanulják jó az kérdés. Angolt, vagy pedig egy? Jó kérdés. Szintcsoportok lesznek, tehát nyelvi felmérőt írnak azok, akik az angolt választják a francia a két tannyelvűben. Általában sokan szoktak ilyenek lenni, és a két osztályból együtt alkotjuk meg a szintcsoportokat. 3 szintcsoport szokott lenni, haladó, kicsit haladó és újrakezdő, ahol esetleg olyan is lehet, aki teljesen kezdő. Az angol szintcsoportok kialakítása az igaz a két nyekes nyelvi előkészítős osztályra is, ahol ott van az a bizonyos 3 haladó angolos csoport. Ott is gyakorlatilag évfolyam szintű csoportokat alakítunk ki, pontosan azért, hogy homogén legyen a társaság a nyelvtudás szempontjából. Parancsoljon. Vagy más tantárból is vannak a szintezett csoportok, vagy csak a nyelvekből? Nyelvekből. Matematikából van csoportbontás, és nyilván az utolsó két évben, de ez minden tantárra igaz lehet, hogy ott akkor, akik az emelt szintű képzést választják egy adott tantárból, akkor ők egy kicsit elkülönülnek, és ez matematikára fokozottan érvényes, mert ott nem plusz 2 órában gondolkodunk, hanem akkor ott létrejön egy önálló, emelt szintű matematikai érettségére készülő csoport. Úgyhogy a matekra még ez fokozottan igaz az utolsó két évben. Még egy. A fakultációs rendszere az utolsó két év lesz bizonyosztályra? Természetesen a plusz 2 óra választása kétszer-két óra, tehát 2 tantárgy, kétszer-két óra választása az minden osztályra igaz. Most az új tanterv szerint egyébként a természettudományos tárgyak szinte elfogynak az utolsó két évre, tehát még az sem kizárt, hogy valaki esetleg majd 3 tantárból is vegyen föl plusz órákat, ha akarja és bírja. Parancsolja. Az előkészítő évben csak nyelvet tanulnak, vagy azért tantárgyakat is magyarul tanulnak? Szinten tartó a matematika. A magyar nyelv is hasonló. Azért ott nem tudja megállni a tanár, hogy ne haladjon egy picit, ezt elárulom. És természetesen a mindennapos testnevelés adott, osztályfőnöki óra adott, és a nem két tannyelvű, tehát a másik nyelvi előkészítő osztályokban van digitális kultúra is. Uha, nagyon büszke vagyok magamra, nagyon sok mindent elmondtam, hogyha elfogynak a kérdések. Valamcsoljunk. Jó kérdés, nagyon jó kérdés. Különösen a sportolókat érdekli a csengetési rend.
kevés a nulladik óra. Egy osztálynak egy évben legfeljebb egy van, közben nézem a kollégámat, aki az órarend készítője. Tehát az a törekvés, hogy ne legyen, épp azért, amit mondtam, hogy a tanulói létszám közel fele sportoló, és nagyon sok sportágban vannak reggeli edzések. 8:45, ez az első órára a becsöngetés időpontja, tehát aki 6-ra vagy 7-re jár úszni, vagy más sportágból edzeni, az még az első órára akár be is érhet. Ebből persze az is következik, hogy a délutánban jobban belenyúlik az órarend, a 7. óra az 15:10 ér véget. De igyekszünk inkább 7. órákat tenni, mint 0. órákat. Úgyhogy nem jellemző a 0. A 7. az igen. És persze egy héten egyszer, aki nem sportoló, itt marad akár 8.-9. órában arra bizonyos sportköri foglalkozásra, de azok is véget érnek 16:30. Hát mondjuk télen már sötét van szinte 16:30, de mégis jobb, mint mondjuk 17:30. Most még nagyon időben vagyunk, ugye októbernek is a közepén járunk, tehát bármilyen kérdésük lesz telefonon, elektronikus levélben, vagy akár személyesen feltehetik, megbeszélhetjük. A nyílt napjainkról mondok pár gondolatot. Megvan a dátumuk, benne van a beiskolázási tájékoztatóban a november 16-17-18, kett, szerda, csütörtök. Hála annak, hogy most itt elkészül ez a felvétel, nem lesz már akkor ilyen igazgatói tájékoztató, ahol ennél még sokkal többen is szoktak lenni. Ha a pandémia aktuális helyzete megengedi, akkor lesznek látogatható órák, de az az idei szabályunk, hogy mindenki csak egyetlen egy órát nézhet meg. Tehát ilyen módon korlátozzuk azért a bejövők, a résztvevők létszámát. Az órákra való regisztráció egy héttel hamarabb fog várhatóan megindulni, erről is majd a honlapon az őszi szünet után már fogunk tudni információt közzétenni, és hogyha bejön egy tanuló, vagy a szülő, vagy a nagyszülő megnézni egy nyílt órát, utána természetesen fölteheti még élőben a kérdéseit a recepciósoknak, ők diákok szoktak lenni, illetve nekem, aki akkor az irodámban fogok, ha csak lehet, minél több időt eltölteni, és akkor ott felkereshető leszek. Tehát, hogy milyen az iskola belülről, hogy milyen gyerekek járnak ide, szokás szerint ezt lehetővé kívánjuk tenni, hogy megnézzék e 3 nyílt nap egyikén, és egy ilyen szűkített intervallumban, hogy aki csak szeretne, az be tudjon jönni, de ne egy teljes délelőtre. Nos, akkor ebben a gondolatkörben, hogyha most nem jutott eszükbe kérdés, de még ma este majd eszükbe jut, nem maradnak le semmiről, hiszen telefonon, személyesen, elektronikus levélben tudnak tájékozódni. Nagyon szépen köszönöm az érdeklődésüket még egyszer. Köszönöm.